Zöld és viszonylag magas, ráadásul csövet is hozott a csemege kukorica gyulatanyán. Ne tévesszen azonban ez meg senkit, itt nap mint nap öntözték a növényt. Az elmúlt 100 év legszárazabb nyarán erre szükség is volt, csak így lehetett valamennyit betakarítani belőle. Semmilyen optimális dolgot, miót nem tudok elmondani időjárás szempontjából. Szóval a legcsapadékszegényebb év volt. Májusban 4,8 mm csapadékunk, úgy júniusban egyik nap 7, másnap 15, utána nagy-nagy szünet, és 3 héttel ezelőtt volt, hogy egy csapadékunk. Tehát a kukorica, illetve az összes növényre mondom, ez búza, repce, tehát mindenre nagyon-nagyon megérezték a növények ezt a csapadék szegény időjárást. Ez pedig meg is látszik a terméshozamon. A rendszeresen öntözött csemege kukoricából hektáronként 150-180 mázsát tudtak betakarítani. Az egyáltalán nem locsolt területeken azonban legfeljebb 20-30 mázsa termett. Augusztinyi András úgy látja, az idei év után rövid időn belül sokan hagyhatnak fel a kukorica termesztéssel, szeptembertől ráadásul további drágulással kell szembenéznie a termelőknek. Ez az öntözés az eléggé költségigény, és különösen majd most ez jött ez az új törvény, ugye ez az energiára kapcsolatban, illetve a villamosárammal kapcsolatban. Hát nagyon-nagyon meggondolandó ilyen árak mellett, illetve az öntözés meg a villanyszámla, szóval nagyon sok összetevője van, de egy biztos igaz, hogy öntözés nélkül, ha igaz, amit jósolnak, hogy a következő év még szárazabb lesz, meg még melegebb, akkor szinte, tehát erre nem úgy például, hogy a napraforgó is ennyire megsínlette. Nincs tehát tengernyi a tengeriből, az ára éppen ezért borsos. Egy cső csemege kukoricáért a piacon vagy az üzletekben 200 forint körüli összeget kérnek el. A jövő sem túl kecsegtető, az előállítás ugyanis csak drágább lesz. A növényvédő szerek ára több mint háromszorosára emelkedett a tavainak, de a vetőmagot is többszöröséért lehet beszerezni, mint egy évvel ezelőtt. Ezek és a gyenge termésátlagok miatt várható az, hogy jövő évben jelentősen csökken a termőterületek nagysága szinte valamennyi növénykultúrában.